Talán nem is kezdődhetne mással, mint zenével egy olyan előadás, mely a boldogság fogalmát boncolgatja. A boldogság szó jelentése és fogalma a magyar nyelvben a következőképpen határozható meg. A boldogság egy olyan pozitív érzelmi állapot, melyet az elégedettség, öröm és elégedettség érzet jellemez. Számomra elsősorban a családot jelenti, mivel ők a legfontosabbak számomra, és őket szeretem a leginkább. Velük leginkább ilyen, amikor elmegyünk kirándulni, vagy elmegyünk ilyen közös bálokra, és ott szórakozunk együtt, vagy ugye az otthoni programok, úgy együtt vagyunk, meg számomra, hogy ilyen az én kedvenc tevékenységeimet csinálunk, vagy hobbiaimat, mint például, hogy szeretek olvasni, és azzal, hát el vagyok vele, jól szórakozom, szeretem. Nagyon fontos eszköz és nagyon fontos végcél az, hogy a Nyíregyházi Egyetem hallgatója boldog legyen, mondta el Körei László egyetemi oktató, a Mentálhigiénés és az Esélyegyenlőségi Központ vezetője. Szó esett wellbeing stratégiákról és a boldogságkutatás aktuális tendenciáit is számba vették a lélekemelő délutánon. Be fogom mutatni Szonya Lubomirszkinek azt a modelljét, ami nemzetközi kutatásokon alapul. Ugye tudomány népszerűsítő jelleggel is jöttünk ma itt össze. Azt a modellt, amely bemutatja, hogy alapvetően 50%-ban öröklött, és további 50%-ban szerzett faktorok azok, amelyek az egyéni jóllétet, az egyéni well-beinget, az egyéni boldogságot meghatározzák. És azt a szemléletet kívánom a tisztelt hallgatóságnak és valamennyi egyetemi polgárnak közvetíteni, hogy bármilyen magánéleti, családi, életvezetési problémánk van, ezzel szembesülve az egyén manőverezései, az egyén teherbíró képessége, megküzdő ereje mutatja meg a boldogság igazi faktorát. Tudunk örülni egy tárgyi ajándéknak, tudunk örülni egy emberi kapcsolódásnak, egy élménynek, az időjárásnak, számos apró öröm élvezetéből alakul ki a boldogság faktor az egyénnél, és be fogom mutatni azt a toxikus pozitivitási faktort is, amellyel át lehet billenni a másik oldalra. A központ vezetője arról is beszélt, hogy hogyan vagyunk felelősek a saját mentális jólétünkért, melyet nagyban befolyásolnak az elsajátított megküzdési technikáink. Nagyon nagy része rajtunk múlik, a mi mentális tükrünkön, a mi nézőpontunkon és a mi keresztmetszetünkön, hogy minek tudunk igazán örülni. Ha valaki nekem azt mondta volna 3 évvel ezelőtt, hogy itt a szomszédunkban háború lesz, akkor én szakemberként is azt mondom, hogy ez szinte teljesen lehetetlen, és ma itt vagyunk. Ma tudunk örülni annak, hogyha béke van a gondolatokban, béke van a lelkekben, és a fölösleges konfliktusainkat kizárjuk. Ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, vagy 4 évvel ezelőtt azt mondja, hogy egy világjárvány bezáratja a fél országot, és megváltoztatja az élethelyzetünket, online oktatásra állunk át, hibrid munkavégzés, a társas kapcsolataink valamilyen szinten sérülnek, akkor szintén azt mondom, hogy ez elképzelhetetlen a 21. században. És megéltük, átéltük, túléltük, azzal a fajta manőverezéssel, hogy megtaláltuk abban is azokat a proaktivitási faktorokat, amelynek mentén berendezkedtünk egy olyan létbe, hogy ez nem fog örökké tartani. Munkahelyi és szervezeti mentálhigiéni címmel jelent meg az az egyetemi tankönyv Körei László tollából, amely segítséget nyújt abban az olvasónak, hogy hogyan szervezze mindennapjait egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb élet felé.